Hát is nagyon szeretem az Instagramot. Hát nagyon örülök neki. Remélem egyre több lesz, aztán remélem sikerül a mostani Európa-bajnokságon is valami jó eredményt elérnünk a csapattal, aztán az októberben megrendezik a ifjúsági olimpiát Argentínában, remélem ott is minél jobban szerepelünk, aztán a csapattal szoktunk nagyon sokat nevetni, szuperszárnak szoktuk hívni, kicsit úgy viccből is, de örülünk, mert nagyon jól áll neki. Tehát, hogy mondjam, így van, élvezés, de közben meg, tehát, hogy mondjam, nem reklámozza magát, hanem egyszerűen magától jön neki, mert ilyen személyiség is, emiatt szeretik a csapattársak és mások is, ahogy elnézik, rajongók mindenki. Én eddig nem nagyon háromszor-háromszor, csak ugye diákolimpiákra jártam, meg néha ilyen egyesületi inkább B33, és ebben a hivatalos 3x3-ban olyan egy éve kerültem bele kb. Igen, és az első világversenyem az ugye a világverseny az a Kínában volt, a Csengduba, és a következő pedig ugye Debrecenben, hogy az a bajnokság. Több hangsúly van az egy-egyen, nincs benne annyi taktika, mint ugye az ötödben. Sokkal egyszerűbb, gyorsabb, mert szerintem ez nekem jobban is fekszik, és emiatt szeretem. Ennek a legnagyobb erőssége rendkívül robbanékony, gyors, és ebben az egy-egy játékból szinte megállíthatatlan. Erre csak azért értem ki, mert ötödben ugye az a játék ez így teljesen más. Ott már csapat szinte több védekezés van. Ha az egy-egyben megismeri az emberét, ugye besegítenek, az ellenfél ugye csapat szinten tud védekezni többet, mint egy-egybe. Úgyhogy neki még ebbe a dologba ugyanezeket a képességét meg kell tanulni használni majd. Jó úton jár, tényleg ez az első éve, tavaly már ugye kerettag volt, de sérülés miatt nagyon keveset játszott, tehát nem lehet azt mondani, hogy az első, az a tavalyi éve mérvadó lett volna. Ez az első komplett éve, és azt gondolom, hogy akit nézi, vagy követi, vagy akár a statisztikákat követi, meccsről meccsre. Meccsről meccsre egyre jobb és jobb, egyre jobban és jobban oda kell rá figyelni, kezdő, már felnőtt csapatban is, 20 perces játékos, ami 17 évesen nem úgy nagy dolog, hanem óriási, úgyhogy én azt gondolom, hogy még egy kis idő kell, egy-két év, és ugyanolyan szintre eljuthat ötödben, mint 3-3-ban. 16-os mezben Dombai Réka, 21-es mezben Tóth Orsolya, 23-as mezben Mérész Beatrix. Nagyon más, mint az utánpótlás, nagyon nagy váltás, de nekem nagyon tetszik itt tudok úgymond fejlődni sokat. Ugye, hogyha olyanokkal játszok, akik sokkal rutinosabbak, erősebbek, idősebbek, jobbak, azok ellen tudok fejlődni, tanulni sokat. Nagyon sokat foglalkoznak velünk az edzők, tehát nem csak csapatedzéseket tartanak, hanem külön edzéseket is, heti két külön edzés, tehát nagyon sokat foglalkoznak az egyéni képzésekkel, és emellett ugye kondi, tehát külön kondi edzőnk is van, úgyhogy szerintem teljesen jó, hogy van. Watch out!